Még nem kapott hivatalos értesítést a kormány arról, hogy elindult a jogállamisági eljárás, erről is beszámolt Orbán Viktor. Hozzátette, hogy nem engednek majd a brüsszeli nyomásnak, bármi is lesz a levélben, sem a genderügyben, sem pedig az esetleges gáz- és olajembargó kérdésében. Semmilyen nyomásnak nem fogunk engedni. Magyarország biztosan nem fog fegyvereket szállítani Ukrajnába. Nem enged semmilyen nyomásnak, ami a gázra és az olajra vonatkozó szankciókat illeti Oroszországgal szemben, és ugyanez igaz a genderügyre is. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján, ahol az újságírók a Magyarországgal szemben megindított jogállamisági eljárásról kérdezték. Az Európai Parlamentben kedden jelentette be Ursula von der Leyen, hogy elindítják Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárásnak nevezett feltételességi mechanizmust. Az erről szóló rendeletet 2020-ban fogadták el, és bár 2021. januárjától hatályban van, eddig nem alkalmazták, mert a bizottság megvárta az Európai Bíróság állásfoglalását az ügyben. A perben Magyarország és Lengyelország fordult bírósághoz, amely idén februárban hozta meg a döntését. Ebben a jogszabályt az uniós joggal összeegyeztethetőnek nevezték. A jogállamisági feltételességi mechanizmus célja, hogy a tagállamok ne élhessenek vissza az uniós forrásokkal. Ami a levelet illeti, én is szeretném látni. Bár az eljárás megindításáról szóló levelet hivatalosan is elküldték a magyar kormánynak, az még nem érkezett meg. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, az eljárás az újjáépítési alapból kapott pénzekről szól. Ha ezt szabálytalanul költi el valaki, akkor a pénzt vissza lehet venni, de Magyarország ebből, mint fogalmazott, még egy fillért sem kapott. Mi akartuk volna, se tudtuk volna, nem hogy szabálytalanul, de szabályt sehogy se tudtuk volna elkölteni. Tehát nem egészen értem, hogy pontosan mi az eljárásnak az alapja. A miniszterelnök azt mondta, láthatatlanban nehéz válaszolni egy levélre, de három dolog biztosan rögzíthető a magyar állásponttal kapcsolatban. Akármi van abban a levélben, az biztos, hogy Magyarország nem fog fegyvereket szállítani Ukrajnába. Semmilyen nyomásnak nem fogunk engedni. Az is biztos, hogy nem fogunk engedni semmilyen nyomásnak, amely a szankciókat Oroszországgal szemben ki akarja terjeszteni a gázra, meg az olajra, mert ez megöli a magyar gazdaságot. És az is biztos, hogy akármilyen nyomásgyakorlás van, a gender ügyben nem fogunk engedni. Orbán Viktor arról is beszélt, a magyar kormány a józan párbeszéd híve. Hozzátette, úgy látja, Magyarország és az európai intézmények között a legnagyobb problémát a genderügy jelenti. Ehhez járult hozzá most a szankció kérdése is. A kormányfő leszögezte, számunkra az olaj és a gáz kérdése is vörös vonalat jelent.